a mocsári teknősre leselkedő veszélyek. Legeltetéssel javítják a szikes élőhelyeket, a Falkó tábora. Megújuló tornapálya a Kiskunsági Nemzeti Parkban. A vízfelületek közelében húzódó utakon a gyorsforgalom miatt fokozott veszélynek vannak kitéve a mocsári teknősök és egyéb vadállatok is. A mocsári teknős Közép-Európában az egyetlen vadon élő őshonos teknősfaj. A gyorsforgalmon, az élőhelyük közelében és a környezet szennyezésen, valamint a mezőgazdasági termelésen kívül a felelőtlenül házi kedvencként tartott ékszerteknős is veszélyt jelent a mocsári teknősökre. A Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület aktivistái folyamatosan járják a terepet, a vizek környékét. Lénárd Endre kishegyesi környezetvédő egy legyengült fiatal mocsári teknősre bukkant. Otthonában ápolta és erősítette fel, hogy később szabadon engedhesse. Egy megunt vörösfülű ékszerteknős is Endréhez került. Kevesen tudják, amikor pénzérme nagyságú ékszerteknőst vásárolnak, hogy akár 2 kg nagyságúra is megnőhetnek, sok táplálékra, nagy akváriumra van szükség a tartásukhoz. Helyileg mondjuk olyan 400-500 literes akváriumtól ajánlott tartani. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy mint általában a teknősök zöme, magányosan szeretnek élni, tehát párban, háremben úgymond nem igazán lehet tartani, mivel agresszívakká válhatnak. Természetben, illetve filmekben látni azt, hogy sok teknős együtt napozik, ez azért van, mivel kint a természetben ugye kevés a napozásra alkalmas hely, ezért összegyűlnek. De viszont a vízben megvan a saját területük, tehát territoriális állatok. Egyébként meddig élnek az ékszerteknősök? Hát az ékszerteknősök nem ritka akár a 30 év sem. Attól függ ugye, hogy milyen helyen van, illetve hogy van tartva. A tudatlanság és felelőtlenség miatt az ékszerteknősök gyakran megunt házi kedvencekké válnak, ami miatt tartóik sokszor szabadon engedik őket vizeink környékén. Ez hatalmas veszélyt jelent a mocsári teknősre. Ők jóval többet táplálkoznak, mint a hagyományos mocsári teknős. Agresszívabban is táplálkozik, mivel az ékszerteknősök át tudnak telelni. Vörösfülű ékszerteknős teljes mértékben áttelel, a sárgafülű ékszerteknősre még azt kell mondani, hogy az talán áttelel jobb helyeken. Amikor áttelelt, utána következő évben akár már el is kezd szaporodni, és mivel nem talál másik ékszerteknőst, ezért összekereszteződik a mocsári teknőssel, és így kapunk egy hibridet, ami agresszívabb még az ékszerteknőstől is, táplálkozásban is, territoriálisan is. Tehát amikor kapunk egy hibridet, ugye az törvényileg védelem alatt áll, mivel a mocsári teknős fokozottan védett állatfajunk, ezért az ékszerteknős mocsári teknős hibridje is védett lesz, mivel az egyik szülő védett. Folya melletti büdös tó egyik hídjánál elgázolt búbos vöcsökbe botlunk. A folyók, tavak közelében húzódó útszakaszok nagyon veszélyesek a mocsári teknős és egyéb vadállatok számára. Míg ha útjelző tábla nem is jelzi, akkor is hajtsunk fokozott figyelemmel. Zöldes, barnás-fekete páncélja könnyen beleolvad az aszfalt színébe. Már márciustól figyelni kell a teknősökre, mivel ilyenkor már elég jól mocorognak, keresik a tojásrakó helyeket, és ugye itt az jelent nagy problémát, hogy az élőhelyük, tehát a tó, folyó és a tojásrakó hely közt áthalad egy útszakasz, akkor ugye már nagy veszélyben vannak, mivel az útszéli
növényzetből, kimászva az aszfalton nehezen észrevehetőek, illetve lassú mozgásoknak köszönhetően hirtelen el se tudnak menni. Mocsári teknősnek sötét páncélja van. Jellegzetessége a sárga pöttyök a hát, a fej és a nyak felülső részén. Ha teknőst találunk, semmiképp ne vigyük haza házi kedvencnek. Ha pedig sérült teknősre bukkanunk, semmiképp ne hagyjuk sorsára, forduljunk szakemberhez. Országban egyetlen vadállatmenhely működik a Palicsi állatkerten belül, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármilyen vadon élő állatfaj beszállítható hozzájuk, és tudnak úgy orvosi ellátást biztosítani számukra. Szóval mindenképp azt tudom javasolni, hogy ő hozzájuk vigyék be a teknőst, vagy hogyha erre valami oknál fogva nincs lehetőség, akkor a Topolya község területén az Arkus Környezeti Egyesület is tud vállalni vadállatmentést, ami azt jelenti, hogy hívhatnak bennünket is ilyen témába, és akkor el tudunk menni érte, és mi is ugye persze természetesen a Palicsi állatkerten belül működő vadállatmenhelyre szállítjuk ezeket a sérült állatokat. A mocsári teknős populációja Topolya községben stabil, ez Vajdaságban területenként változó lehet. Újabb gulyával, ezúttal magyar tarka fajtájú, 150 üszőből álló marhacsordával gyarapodott a Kiskunsági Nemzeti Park. A több helyről beszerzett állatokat egy hónapos ellenőrzés és összeszoktatás után szállították ki a tavasztól őszig tartó külső legelőjükre, a Böddi szék tó mellé. Itt fontos szerepet töltenek be a Böddi Life programban, amely többek között a Szikes tórendszernek és környékének eredeti állapotban történő megőrzését tűzte ki céljául. A Kiskunsági Nemzeti Park egyik legjobb állapotú és legszebb szikes tavánál vagyunk, a Böddi széken vagyunk. A Böddi szék partján egy állattartó telephelyet, egy karámrendszert és egy gulyás szállást hozott itt létre a Nemzeti Park igazgatóság, egy Európai Uniós forrású projekt keretén belül egy Life Nature projekt zajlik a Böddi szék területén. A projekt egyik fontos eleme a szikes tóvidék körüli legelő karbantartása legeltetéssel. Az állattartó telephelyünk, ez a karámrendszer és a gulyásszeles élettel telik meg. A mai nap érkezett meg az első két szállítmány a magyar tarka szarvasmarhákkal, melyeket a Nemzeti Park Igazgatóság itt fog majd tartani, és legeltetési területegységeket alakítottunk ki. Az állatok az éjszakákat a tágasan kialakított karámban töltik, napközben viszont a tó körüli legelőkre terelik a marhacsordát. Jelenleg építjük a villanypásztorral az első legeltetési szakaszt, hiszen az az elsődleges célja az érkezésüknek, hogy a Böddi széket övező gyepeket legeljék, és ezáltal olyan állapotba kerüljenek ezek a hát jelentős részben elhanyagolt, elnádasodott növényzetű gyepterületek, hogy az kedvezőbb legyen mindenféle a szikes tavakat kedvelő állatfajoknak.
A magyar tarkákból álló gulya jó idő esetén késő őszig marad a területen, de a telet már védett helyen fogják tölteni. Sikerült egy téli állattartó telephelyet is kialakítanunk. Ez Izsák külterületén helyezkedik el, ahol biztonságosan és kényelmesen tarthatók téli időszakban. Szintén a projekt keretén belül zajlott ennek a telephelynek a beszerzése, és az állatok az érkezésüket követően ott eltöltöttek egy hónapot karanténban. Ott az izsáki legelőn vendégeskedtek ideig, és miután összeszoktak és minden rendben lezajlott, ezen az egy hónap alatt most végre kikerülhettek a célterületre. A tó körüli réteket és a meggújuló részek egy részét már a korábban elkészült tanösvényen is felkereshetik az ökoturizmus iránt érdeklődő túrázók. Az a tervünk, hogy egy tanösvény fog épülni itt ezen a terület részen is, és hogy az ide látogatók megismerkedhetnek majd az állatokkal, akár itt a karemrendszernél, akár a legelő területeken is. A karemrendszer közvetlen szomszédságában egy megfigyelő torony is épül majd, ez is egy része lesz ennek a bemutatásnak, és nem mellesleg a monitoring tevékenységünknek is egy fontos állomása lesz. Az állatok azon túl, hogy kiváló legelési lehetőséget kaptak, segítenek helyreállítani a terület eredeti állapotát, és számos őshonos növény és állatfaj számára biztosítanak élőhelyet. Nagyon fontos szerepet töltenek be a legelő állatok a területek teljes ökoszisztémájának a fenntartásában. Fontos, hogy a gyepterületek és a parti növényzet legeltetve legyen. Bizonyos területeken kicsit koncentráltabban, más területrészek pedig maradnak a meglévő állapotukban, így megmaradhat az a mozaikos élőhely szerkezet, ami mindenféle élőlény típusnak kedvező. A projekt során még jelentős vízrendezésre is sor kerül, hogy fennmaradhasson a tó eredeti szikes vízösszetétele. Évről évre egyre népszerűbb a Temerinben megszervezett Falkó környezetvédelmi és madárismereti tábor. A résztvevők többek között az állatvilág sokszínűségével, valamint a madarak gyűrűzésével és rendszertamba vételével ismerkedtek egy héten át. Az idei táborban 53-an barátkoztak, szórakoztak és tanultak. A táborlakók naponta többször ellenőrizték a kifeszített hálókat. Akadt-e madár, amelyet tanulmányozni lehet? A nagy meleg miatt napközben nemigen volt fogás. A gyerekek azért bíztak abban, hogy közelebbről is megismerhetik a madarakat. Sajnos nem fogtunk egyik hálóba sem, a háromból nem fogtunk egyet sem. Azt hiszem egyet, azt mondták. És azt meggyűrűzték, de többet nem fogtak, mert állítólag belefújta a hálóba a szél. Csöndes és rendezett környezetben, a Jegricska partján a táborlakók sok újdonsággal találkoztak. Minden nap tanulunk valamit, rengeteg a szabadidőnk, szóval nincs az, hogy erőtetik a programokat. A táborvezetők nagyon kedvesek mindenkivel, meg a kaja is jó. A sátorozás élmény mindenkinek, főleg azoknak, akik első ízben érkeztek a táborba. A szabadidős programoknak is nagyon örültek a gyerekek. Sokat horgásznak, itt vannak a hintáknál, szoktunk focizni is, és így nagyjából. Vannak olyan játékok, amit a csapattal csinálunk, hogy van 6 csapat, és azok így versenyeznek a tábor végéig.
A környezetvédelmi és madárismereti táborban a szakemberek elméleti előadásokkal ragadták meg a gyerekek figyelmét. Gergely József ornitológus a szikes élőhelyek különleges élővilágáról beszélt. Egyre kevesebb a valódi szikes élőhely Vajdaságban, ugyanis a mezőgazdasági területekről a szerves anyag bemosódás miatt már a sóskopót is veszélyezteti a növényzet elburjánzása, terjed a nád, a sziki mészpázsit, a gyékény sás, tehát eltűnnek fokozatosan a tiszamenti, bácska és bánáti egykor még kiterjedt szikes élőhelyek, és viszont ezek a szikes élőhelyek nagyon specifikusak, sajátosság a maguk nemében, mert különleges életfeltételeket biztosítanak, illetve az egyéb élőhelyekhez képest kevesebb táplálékot, szélsőségesebb viszonyokat biztosítanak az élővilág számára, ezért csak a szikeseken olyan speciálisan alkalmazkodott növény- és állatfajok tudnak megélni, amelyek a magas sókoncentrációt el tudják viselni, a nagy hőingadozást el tudják viselni, tehát általában jellemző szikes időszakos mocsarainkra, hogy nyár végére kiszáradnak. Most, ha van elég tavaszi csapadék, ami sajnos az elmúlt időszakban vagy sok volt a csapadék, vagy kevés. Tehát a szélsőséges időjárás miatt egyre szélsőségesebb viszonyok uralkodnak a természetes élőhelyénken, így a szikeseken is. Ezért szemtanúi vagyunk annak, hogy a korábban a szikes mocsarakban költő parti madarak, gulipán, gólyatöcs, cankófélék, parti lille, széki lille például teljesen eltűnt Kárpát-medencéből. Tehát olyan negatív folyamatoknak vagyunk a szemtanúi, amelyek sajnos kihatnak az élővilág összetételére. Mindig szoktam kiugrasztani néhány témát, illetve kérdést föltenni, hogy tudják-e ezt vagy azt. Hát például a szikeseken, ugye, amikor van elég csapadék, akkor elég sok kamilla nő, és akkor hát megkérdezem tőlük, hogy tudják-e a kamillának hány neve van még. Az egyik gyerek tudta, hogy orvosi székfű, de akkor tovább foggattam őket, akkor mondom, hát van még a pipitérnek is hívják a kamillát. Tehát igyekszek mindig olyan dolgokat előhozni, amiből tanulnak, újat tanulnak, új kifejezéseket, új dolgokat, összefüggéseket tudnak megtanulni egy-egy előadással. A temerini falkótábort 10. alkalommal szervezték meg a Jegricska partján. Tudva lévő, hogy a környezetünk mennyire rombolódik, mennyire degradálódik, mennyire megy tönkre az élővilág, pusztul a madarak, állatok, úgyhogy mindenképpen emberi segítségre van szükségük ahhoz, hogy a jövőben fent tudjanak maradni. És az a véleményünk, hogy ezt a fajta nevelést már gyerekkorba kell elkezdeni, a gyerekek ebbe a tudatba nőjönek föl, hogy aztán, amikor megnőnek, akkor egy környezettudatos generáció éljen körülöttünk, vagy velünk. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom az ilyen jellegű táborokat, vagy akár más fajta oktatásokat, és hát ahogy mondottam, volt ezért is ezzel a céllal, ez az egyik fő célja ezeknek a mi táborainknak. Ezekben a táborokban az az érdekes egyébként, hogy ha nem is fogunk túl sok madarat, de nagyon sok fajt össze tudunk fogni, mert három különböző élőhelyen vannak a madárháló kifeszítve, úgyhogy nádi madarakat fogunk, bokorlakó madarakat is fogunk, erdei madarakat is fogunk, úgyhogy nagyon tarka szokott lenni a paletta. Most az idei év ez egy kicsit így indult, de hát a tábor vége még messze van, úgyhogy lehetnek jobb napjaink is még. A környezetvédelmi táborban a résztvevők csónakáztak, valamint közösségi játékban is részt vettek. Kevesen tudják, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Kecskeméthez legközelebb eső területén, a fülöpházi homokbuckák vidékén régóta egy erdei tornapálya is található.
a várostól mindössze 20 kilométerre kialakított tanösvény és tornapálya jól megközelíthető az 52-es számú útról, a Naprózsa Erdei Iskola jelzőtáblánál letérve. Itt tágas autóparkoló és több információs tábla is útba igazítja az érdeklődőket. A tanösvény mentén még az 1980-as években alakítottak ki egy kis tornára buzdító állomássort, amelyek ugyan megmaradtak, de felújításra szorulnak. Most a Nemzeti Park ezek mellett új vandálbiztos kondicionáló gépeket helyezett ki, amelyek gyermekek és felnőttek számára is alkalmasak torna gyakorlatokra és az erőnlét felmérésére. A láb, kar és vállizmokat is megmozgató készülékeket egymástól néhány száz méterre helyezték el, így használtuk közben pihenőt is lehet tartani. Az új kondicionáló gépeket elsőként a környékbeli települések Fülöp szállás és Fülöp háza gyermekcsoportjai fedezték fel, akik a tanösvény bejárása alkalmával használatba is vették valamennyit. Az időjárás álló kondicionáló gépek minden évszakban használhatók, így az autósoknak is érdemes egy rövid, lazító pihenőre itt megállni. A parkolás és az eszközök használata ingyenes, közben pedig még lehetőség nyílik az itteni élővilággal történő megismerkedésre is.